ebben a reakcióban fehérjét szeretnék kimutatni xantoprotein próbával. A próba elnevezése ugye idegen szavak összevonásával keletkezett, a xanto az sárgát jelent, a protein pedig fehérjét. Csak olyan fehérjéknél van sikerünk xantoprotein próbával, ahol a felépítő aminosavak között vannak aromás oldalláncok. Ugyanis ebben a reakcióban az aromás oldalláncú gyűrűk fognak reakcióba lépni a reagensünkkel. A reagensünk az tömény salétromsav lesz, és tömény salétromsavat fogunk csepegtetni a vizsgálati anyagokhoz. Megint háromféle vizsgálati anyagom van, tojásfehérje oldat, tej, és az áztatott babmagnak a sziklevele. Cseppentővel fogok beleírtatni ugye tömény salétromsavat a rendszerbe, és hát várjuk a tapasztalatot. Amit most látunk, az a töménysavnak a fehérjére gyakorolt hatása, amivel tulajdonképpen kicsapja a fehérjét, egy fehérje kicsapási reakciót figyelhetünk meg ennél a tapasztalatnál. Ahhoz, hogy biztosak legyünk benne, hogy tartalmaz-e a tej aromás oldalláncú aminosavakat, itt egy kicsit melegíteni szoktuk. Tehát egy kicsit megmelegítjük ezt a rendszert. Hogyha melegítés hatására sem tudjuk elővarázsolni a sárga színt, akkor azt mondhatjuk, hogy a tej ugyan tartalmaz fehérjét, de ez a fehérje nem, vagy nagyon-nagyon kevés aromás oldalláncú aminosavat tartalmaz. Úgyhogy még egy kicsit forraljuk, melegítjük. És hát meggyőző sárga szint egyelőre még nem tapasztaltunk. Most kezd halvány sárgává válni. Ezzel azt mondhatjuk, hogy tartalmaz aromás oldalláncú aminosavat a tejfehérje, hiszen csak tudtuk igazolni. A másik anyagunk ugye a tej, és ehhez is tömény salétromsavat fogok csepegtetni, és nézzük, hogy mi történik a tömény salétromsav hatására. Valószínű, hogy nagyobb mennyiségű aromás oldalláncú aminosav található a tejbe, mert nagyon-nagyon szépen látszik, hogy már, ahogy belecseppentünk, sárgul a tej, és ez ugye az aromás oldalláncú aminosavak jelenlétét mutatja. Tehát biztos, hogy nagyobb mennyiségű aromás oldalláncú aminosav van a tejfehérjében, mint a tojásfehérjében, hiszen könnyebben és talán meggyőzőbben tudtuk azonnal kimutatni, bár a tojásfehérjére sem panaszkodhatunk. Már csak a babsziklevele van hátra, hogy vajon tartalmaz-e aromás oldalláncú aminosavakat a babban lévő fehérje. Rácseppentem a sziklevelekre, és egy kicsit várakozok, hogy kialakuljon a megfelelő színreakció. Nem igényel nagyon-nagyon hosszú ideig tartó várakozást, mert már is sárgul a sziklevél, úgyhogy kísérletünkben mindhárom vizsgálati anyagról ki tudtuk mutatni, hogy tartalmaz a fehérjéjük aromás oldalláncú aminosavat, és itt a xantoprotein próbánál a tömény salétromsav hatására
Az aromás oldalláncú aminosavaknak az aromás gyűrűje az nitrocsoporttal nitrálódik. Ilyen aromás oldalláncú aminosav a fenilalanin, a tirozin és a triptofán, ami előfordul mindhárom vizsgálati anyagban.